Üdvözlök mindenkit, én Szajik, azt látjátok a Heroes of Might and Magic 5 végjátásának, az Akadémia hadjáratának a harmadik küldetése, ami nem más, mint a Triumvirátus. Folytatjuk akkor szépen tovább a hadjáratot. A fiatal mágusnak új feladattal kell szembenézni, hogy megmentse a világot az Isabella által hordozott veszélytől. Zehírnek át kell kelni a Griff birodalmon, és csatlakozni a Finden csapataihoz, aki legyőzte Nikolajt. No, választunk bónuszt, ez nem kell, mert ezt meg fogjuk tanulni, ez 50%-kal növeli a villámalapú varázslatainkat. Na most ez akkor jó, hogyha van villámalapú varázslatod. Ha van alappusztító mágiát, tehát nekünk mivel nincs, ezért fölösleges. Ezért igazából marad a Rakszaráni, a 4 darab. This town of Westwall will be a tough nut. High walls, moats, undead armies, griffin knights. I have little interest in committing suicide. Perhaps we should go home. I'm no Solmier. I agree that we're a bit short on legendary djinns, but there must be something we can do. Wait. Undead and griffin knights, they wouldn't fight side by side willingly. And remember what Galen told us about Lord Caldwell and the rebels. So? Rebels, rebellion. It'll be easier if the griffin knights are on our side. But they won't follow me. They need a griffin leader. The locals have told us that Nikolai's uncle, Godric, is in prison here. Perhaps he could... Of course! The enemy of my enemy. Westwall will fall. Hey, that rhymed. Pontosan, hát gyakorlatilag most jön el az időszak, amikor elfelejtjük az akadémia erődítményeket, mert nem lesz több. Úgyhogy következő a történetünk. Találkozunk kell majd Findennel. Zehír átlépte a Griff birodalom határait. Az ifjú mágusnak ellenséges földeken kell átkelnie, hogy találkozhasson Findennel, aki már megkezdte támadását a birodalom ellen. Együtt teljesíthetik Tieru utolsó kívánságát, vagy Tieru. Ki kell szabadítanunk Godricot, valahol errefele található egy börtön, ahol Godricot, a bátor lovagot őrzik. Zehír úgy dönt, hogy kiszabadítja, mivel a híres lovag segíthet neki szövetségeseket találni, és könnyebben átkelhet a társaságában a Griff birodalmon. És ugye értelemszerűen Zehírnek életben kell maradnia, meg majd Godricnak is, meg majd mindenki másnak is. No, hát akkor nem is akarom húzni az időt, úgyhogy el is indulunk. És szokták azt mondani, hogy ne nagyon tökörészünk, hanem általában úgy azt szokták mondani, hogy menjünk és szabadítsuk ki Godricot, mert hogyha Godric megvan, akkor ezt a helyőrséget ingyen és bérmentve át lehet lépni. Viszont én úgy vagyok vele, hogy másfajta taktikát fogunk itt alkalmazni, mert a közelben van egy Griff erőd. Tehát egy menedék típusú erőd, amit elfoglalhatok, és szépen lassan majd el kell kezdenem azt kiépíteni, miközben ugye Zehírrel megyünk és kiszabadítjuk Godricot, úgyhogy egy kicsit máshogy fogunk itt alkalmazkodni. Na, nekem ugye szükségem van a Griffre, vagy a Griffre, a Főnixre, mindegy. És akkor a drágalátos főnixünk lesz az a fajta emberke, aki majd segít nekem itt mindenkit elintézni nagyon-nagyon gyorsan. Hát például a griffeknek már annyi. Hát a Rakszaránimnak is mind annyi. Eddig szolgáltak. Na annyit csinálunk akkor, hogy... Na várjatok. Kalandozói varázslatok? Nem, nekem az idézői varázslatok kellenek. Na, elementál megidézése, tehát ezt a 8-at, ezt felemeljük 54-re. És... jégcsapást idézünk. 35, meg 6, az 41. Ha télkörével csinálom, akkor is 41. És akkor így megsporolok egy csomó időt. Mert akkor már meggyegítettem ezeket. Na, hát akkor ezt gyorsan intézzük el itt. Hát nem azt mondom, hogy nem lesz veszteséges ez a csata. De azért próbálkozom kihozni azt, hogy minél kevesebbet veszítsünk.
Mindjárt megnézem, hogy melyik a legerősebb varázslatom. A Phoenixen kívül nyilvánvalóan, de úgy néz ki, hogy a jégcsapás. Úgyhogy tüntessük el ezeket innen. Tök külön, hogyha Phoenixemet támadná, de hát nem támadja. Miért is támadná? Gyorsan gyengítsük meg őket, aztán a Phoenix meg szépen befejezi. Hát kicsit rosszabbul jöttem ki, de mindegy. Az a lényeg, hogy igyekezzünk, mert minél előbb megvan ez a városka, annál jobb, mert annál előbb fel tudom építeni majd azt a sereget, ami majd szükségeltetik. Hát amire majd ugye nyilván majd szükségem lesz. Mi ez? Driád, semleges Driád. Hát remélem, hogy ezt a számítógép azért elintézi. Olyan formában, amilyen formában gondoltam volna. Idézői mágia, igen. Phoenix. Jó. Na azért kicsit olcsóbban jöttünk ki ebből, de a lényeg az, hogy legalább meg van növelve a mozgásom a hátra lévő időszakra. Ami tök jó. És akkor a következő nap elérjük, itt van amúgy a városka. Gripon Hilt. Falka számos, falka sok. Hát bízzunk benne, hogy el tudom intézni. Nem. Mert azt szerintem egy kicsit drága volt. Ugye nyilván Phoenix. Jó, azokat az ijászokat gyengítjük. Az igen. Na jó, Phoenix-szel akkor berepülünk. Megölök 4-et, kell valami pusztító mágia. 204, 143, 120, akkor 204. És akkor elintézzük ezeket. Jó, te ezt kitankolod. Azt ott elintézzük, a gólem meg amúgy csak fog ide érni. Ó, ezt jól elnyomtam, pedig támadhattam volna. Na most már mindegy. Így is, úgy is nyerünk. Kisebb veszteségekkel. Négyné. Na, vissza is töltődött a manám, és nincs bent a várban senki, úgyhogy gyorsan el is foglalom. Nagyon jó. Nézzük csak, hogy mennyire lett ez itt képítve. Hát semennyire. A fogadó az lehetővé teszi, hogy egy plusz hőst toborozzak, nyilván. Illetve nekem kellenek ezek a dolgok itten, illetve egy pillanat. Igen, nem tudok egységet gyártani. Úgyhogy ja. Úgyhogy most ezt így jártunk. Na, akkor gyorsan visszafelé. Tehát akkor most indulunk el, hogy Godrikot kiszabadítsuk. Közben ugye próbálok mindent elfoglalni nagyon-nagyon gyorsan. Nyilván Phoenix. Tehát mindig Phoenix, tehát igazából mi más. És ugye itt meg védekezések vannak. És akkor Phoenix-el meg ide beállunk, azt tankolgatunk. Jó, valami tű, valami pusztító mágia. Jégcsapás, legyen az. Hogy ne dodzsolják ki a dolgokat. Ja, te nem mész sehova, a Phoenix megy. És akkor megpróbálok ugye nyilván ugye veszteségek nélkül haladni. Megszereztem az elhagyatott bányát, ez napi egy higanyt ad.
Ez falka. Jó, a többi az annyira nem számít, úgyhogy el is indulunk visszafele. És akkor én gyorsan elindulok Godric irányába. Illetve majd azt a boszorkánykunyót azt mondja, meg kellene néznem, hogy az mit akar. Illetve itt azért felszedegetek egy-két dolgot. Ja, azt megcsinálta a játék. Ezt meg tudta oldani. Itt meg ugye nyilván fölbérelünk egy hőst. Mondjuk Direlt fölbérelhetem. Vagy Ihorát. Kinek jobb a... Neked több a manád, igen. Védekezésed jobb. De neked nincsen védekezésed, támadásod. Jó, legyél te. És akkor te itt maradsz. Nem maradsz itt. Egy dolgot teszünk, hogy megnézzük veled ezt. Hogy az milyen képzettséget növel. És utána meg visszarakom be a várba, hogy esetlegesen jönne valami ellenséges egység, akkor legyen, aki azért megvédi a várost. Na, plusz egy támadásunk már meg is van, és akkor indulhatunk is el. Ezt meg majd ugye nyilván majd később kitakarítom. Amikor majd meg lesz Godric is, meg mindenki más. Na, nézzük csak, hogy ez mit takar ez a boszorkány kunyhó. Alaptámadás ismerete, az nagyon jó. Alaptámadás ismerete az nagyon jó, mert ugye Zehirnek is van alaptámadás, hogyha Zehirrel ezt meglátogatom, akkor ugye ingyen és bérmentve az egyik képzettséget, és hát nyilván az alaptámadásból egyik sincs még meg, úgyhogy vagy a taktikát, vagy az íjászatot, vagy a harci öröngést, ugye azt már meg is kaphatom, hogyha majd azt meglátogatom. És az tök jó lesz majd. Na, akkor kezdjünk el szépen egységeket gyártani majd. Mert pénz az van, és pénz az majd lesz is. Ha jól emlékszem, akkor itt a szintkorlát, az 25-ös szint. Arrafele igen haladunk, és Zehir az jelenleg 20-as, úgyhogy 5 szintet kell neki csak lépnie. Mi Godricnak ugye... Hát majd meglátjuk, hogy hányadik szinten fogjuk ugye megkapni. Most nem tudom, hogy a játék felskálázza-e az eddigi Godricot, akit ugye eddig ismertünk. Nem tudom. Ijász torony az legyen, és akkor majd a következő héten meg majd tovább csináljuk ezeket a dolgokat. No. Akkor északnak haladjunk. Egy falka orgyilkos. Próbálok itt mindent elintézni, és mindent elfoglalni. És majd nagyon-nagyon... Zehirként ugye majd pénzt fogok kérni. Nyilván. Így, né. Tehát Zehirként majd pénzt kérünk, nagyon-nagyon sokat. Tapasztalat az annyira most nem fontos, mivel neki csak 5 szintet kell lépni. Majd ugye nyilván az lesz, hogy Godricnál fogjuk majd megnézni a dolgokat, hogy neki mennyi szintet kell lépnie, de ugye nyilvánvalóan most nekem azért kell a pénz, hogy minél előbb kiépíthessem itt a dolgokat. Kell ugye a griftorony, akkor az első 4 egység már meg is van. Griftorony után erőtfal után pedig képessé válunk arra, hogy városházat tovább építsük majd. Szóval szépen lassan azért, de minden meg lesz. Próbálom azért kicsit tényleg pörgősebbre csinálni, mert az előző részt azt nem így terveztem, hogy ott annyit tököréztem. Még azt tudnám csinálni, hogy a játék beállításoknál itt a mozgást felgyorsítani esetlegesen. Most nem tudom, hogy azt megtegyem-e majd, de majd kiderül. Jó. Pénz kell nekem, igen, ezekkel nem konfrontálódom. Egyelőre. Tehát nem kerülöm a harcot, de nyilvánvalóan, akit látom, hogy nagyon-nagyon erős, abba egyelőre még nem kötök bele. Meg ugye minél előbb el akarom érni Godricot, plusz egy szerencsét azért fölveszek. Pénz az legyen. Ezek mi csodák? Ezek rajnyi kísértetek. Jó, most akkor jöhet a...
a mozgáspontot növel. A mágus C-ből jön majd a kolostor, igaz, igaz, jó. Először legyen ez, és akkor majd következő napokban építjük azokat a dolgokat. Ez az alaplénytermelődést akkor már kimaxoltam elvileg, ezt gyorsan játszok újra, mert ez nem volt szép. Kevés az egységem, nem akarok sokat veszíteni. Tehát így is azért vannak probléma, tehát így is vannak gyengeségeim az Zehírnek, úgyhogy Főnixet idézünk, és a Főnix majd elintézik mindenkit. Remélem, hogy nem lősz mellé, hál az ének, nem lő mellé. Te se harapsz mellé, hát de sajnos mellé harap. Úgyhogy pusztító mágia, kell egy jégcsapás, ki az, aki elsőként jön. Mindegy, legyél te. Jó, ezek nem érnek el, ezek úgyis a griffemmel fognak foglalkozni. Jó, egy mínusz. Kettő mínusz, jó, király. Nem vesztettünk senkit, nagyon jó. És ugye nyilván ugye kell a nyersanyag is, úgyhogy azért összeszedegettem, meg hát ugye kavics is kell, nyilván. Úgyhogy haladjunk akkor szépen tovább. Itt lesz amúgy bent Goldrick, ahol van az egérkurzolom. Remélem be van kapcsolva az OBS-be, hogy az egérkurzol látható. Igen, és akkor majd lesz a kolostor. Vagy megcsinálom következő nap a izét, hogy megduplázza az eddigi lénytermelődés, bár az helyzet, hogy nincs elegendő kavicsom hozzá. No. De majd meglátjuk. Most nem tudom, hogy van-e kavics termelőm, nincsen semmi kavics termelőm. Jó, erre fele megyünk. Ez egy falka. Igen, de ezeket nem bántom. Haladjunk akkor szépen erre. És akkor mit építsünk? Hát akkor marad a papok. Jó, és akkor az első öt az már megvan, és akkor csak a lovak hiányzik, meg az angyal. Ó, a Jean Hete. Az tök jó lesz. Mondjuk annyira nem. Hogy ellenségessé válnak. Egy ellenségesek lesznek. Itt van a kavics termelő, úgyhogy ezt a falka vérlányt ezt elintézzük, igen. Egy kis kavics. És akkor irány arra fele. Ugye nyilván építkezünk tovább. Jó, egyelőre csak akkor ilyen olyan épületeket húzok akkor most egy pár pillanatig, amik mondjuk csak pénzbe kerülnek, vagy nagyon-nagyon ilyen kis kevés nyersanyagba. Pénz, nyilván, ez egy kevés lidérc, azt szerintem simán, igen, tehát ez nem volt kérdés. Jó, piactér, az is jöhet, és akkor majd a kapitólium, a következő nap. Igen, köszönöm, plusz egy tudás. Még egy ilyen tudás dolmenje, vagy nem tudom mi ez, aminek nevezik ezt. Hát planetárium, tehát még egy ilyen van itt lent, amit még mindenképpen ma akarok szerezni Zehírrel, és akkor Zehírt innen meg ki is vihetem, és akkor Godrickként meg majd kitakarítunk itt. Citadellát akkor inkább most gyorsan, és akkor majd következő nap a kapitóliumot. Bocsánat, srácok, lányok, hogy kölgök. De valami mozog bennem. Jó, és akkor itt van a börtön, és akkor ide jövünk és kiszabadítjuk Godrickot. What death magic is this? Quiet. I must be quick. Do you remember me? Young Zehír. We met briefly while your father was busy laughing at us. He was not known for his philanthropy, but I am here to help Griffin put things right. Then you have a large task before you, young Archmage. Believe me, I know that. I need your help, Godrick. Me? I am old and imprisoned. I have failed my king, my nation, Elrath. My time is past. I disagree.
Would the Griffinites follow you if you were freed? We could fight together against the necromancers. Take the field against Markarl and his abominations? I may be old and worn, but just break me out of this place, young Vahir, and you'll see how the old hound hunts the weasels. Excellent. One thing, however. You'll help me free all the towns under his sway? Absolutely. It's party time. Azt mondja, party time. Na! Ó! 21. szintű lettem Zahirrel, nagyon jó. Akkor... Gyorsan varázsolhatok, vagy katona szerencsés. Hőseregében lévő lények hasznos arci képessége, mint például fegyvernök pajstámadása garantáltan mindig működésbe lépnek, vagy fejlett támadás. Vagy gyakorlott bűbájosság. Az a gond, hogy ebből a háromból most mindegyik jó amúgy. Tehát a varázstárgy elemésztése az innentől kezdve annyira nem fontos, mert nem lesz olyan város, ahol tudnék varázstárgyat elemészteni, illetve hasonlókat. Nem tudom. Legyen a katona szerencséje. Most így azt gondoltam ki. Na Godric, 8. szintű a Godric, ami azt jelenti, hogy 17 szintet kell vele lépnem. Ha minden, hogyha jól alakul minden. Hát ez, azt kell mondanom, hogy ez parádés. Akkor, hát hajrá Godric! Annyit tudok esetleg csinálni. Hogy? Megépítjük a városházát. És akkor summonoljunk egyet, kettőt, nyolcat. Várjunk csak, milyen egységek vannak Godricnál. Ez fölfejlesztett, a Griffet érdemes lenne odaadni. Talán. Nem, a Griffet az mindenképp, tehát a Griffeket mindenképp, a papokat is. Meg az íjászokat. És akkor ez a három. Talán még egy egységet oda tudok neki adni esetleg. Esetleg ezeket. Ja. Életvéje, ugye a harci szerkezeteket. Mert a Zahirrel majd mindenképpen ugye majd visszamegyünk, mert nekem van városi portálom. Tehát tudok portolni. Jó, és akkor Godric az meg ugye szépen lassan elindul. Hát mivel Godric az eléggé le van maradva, ezért nem ártana, hogyha igen, hogyha fejlett fénymágia, védekezés, nyomkeresés. Nehéz terepen való átadás büntetés 50%-kal csökken, legyen a fénymágia. Tényleg, meg sem néztem, hogy hogyan van. Hadvezetés, fénymágia, logisztika. Egy szerencse amúgy jól jönne neki. Meg esetleg... A hatodikat azt majd meglátjuk, hogy az mi legyen. Itt nézzük meg inkább itt egyszerűbb. Igen, fénymágiából semmi, logisztikából semmi. A hadvezetést húztam, igen, annak idején. Még az első hadjárat során folyamán. Meg hát ugye nyilván Godric is gyengusz, tehát nem nagyon erősítettem rajta, mert ugye a Markarlos hadjáratban ugye direkt gyengén hagytam. Úgyhogy most van itt az idő, hogy gyakorlatilag Godric is megerősödjön. És akkor haladunk szépen erre. És akkor Godricot itt lent hagyom egyelőre, és itt lent mindent kitakarítatok vele. Jó, Markarlként, Zahirként meg nyilván ugye követem egy darabig, amíg meg nem találjuk azt a dolment. Azt a varázstudás plusz egyet. Hogy varázselő plusz egyet, most nem tudom pontosan, de a lényeg, hogy minden, tehát Zahir az nagyon-nagyon fontos, tehát vele mindent fel akarok venni. Ami csak lehetséges. Majd később, igen. Egyelőre legyen ez. Most anyagilag problémák lesznek, mert ugye most van 3000,
pénzünk, és naponta csak 4000 jön, ami nem sok. De nyilván ugye kevés. De az a helyzet, hogy tényleg, hogy Godricot nagyon-nagyon azért fel kéne erősíteni. Tehát egy olyan 25. szintre, tehát minél jobban felerősítem, annál jobb. Úgyhogy vele tényleg sokat fogunk itt harcolni. Nagyon-nagyon sokat. És akkor itt van ez, ami hősönként egyszer egy varázserőt ad. Nagyon jó. Meg ugye itt is van még egy ilyen Cerberus, kevés Cerberus. Úgyhogy majd megyünk szépen arra. És ugye nyilván építkezünk tovább, ez egy napi kristályt ad, az jöhet. És akkor úgy nagyjából ennyi. És lehet, hogy Zehirként fogok majd elindulni. Nagy hadjáratra, tehát olyan szinten arra a nagy hadjáratra. Jó, ez akkor meg is van. És akkor plusz egy varázserő. Hát a 500 tapasztalat. Nehéz lesz így Godrickkal, igen, mert nagyon-nagyon sokat kell harcolásznom vele. Elutasít, és üldözés. Jó, két ijaszt vesztettem, az nem számít. Na, itt a szerencse, az jól jön. Az kell. Ötödiknek meg, vagy hatodiknak meg majd meglátom, hogy mi lesz, miként lesz. Szerintem az lesz, hogy Zehirként felveszem ezt a varázselő növelőt, és utána visszaszummolom magamat a városba. Ide. És akkor párhuzamosan... Most akkor legyen ez, mert ebből tudok majd valamikor esetleg gyakorlóteret csinálni, tehát lovasokat. Pontosan. Jó. Na, akkor ez megvan, plusz egy tudás, és akkor Zehirként mehetek is a városba. Nagyon királyságosság. Godric, tényleg. Godricként meg ugye szedjük össze a dolgokat. Nem ezt akartam, hanem azt ott. Köszönöm. Meg ugye takarítunk ide lent. Amit csak tudunk, egy griff. Jó legyen. Majd lesz utánpótlás. Majd lehet, hogy ilyen kis alapegységeket fogok csinálni ebben a városban. Nem biztos, hogy itt ki fogok fejleszteni mindent, mert ugye spórolni akarok. Az a 7 griff az nem jó. Hogy legyen. Itt vannak az íjászok. Ugye nyilván elé megy a sereg. És akkor legyen így. Maradj. Ezeket jó lenne egy kicsit ügyesebben elintézni. Talán ilyen íjászokat, talán a kisebb egységeket majd fel fogom fejleszteni, de nem vagyok benne annyira biztos. Jó, azért kijövök ezzel. Hát, hogyha ezzel fel tudom tartani. Jó, nyilván fel tudom. Nagyon jó. Nézzük csak a fénymágiából mennyi mindent tudok. Isteni erő, kitartás. Hát abból nem sokat. Van-e valami olyan támadó varázslatom esetleg? 80. Van jégcsapásom. A 108. Van villámcsapásom, az meg 55. Tehát jégcsapást tudok alkalmazni. És akkor egyet vesztettem, egy ilyen kóborlovagot. Na, idéző mágia nem. A hős mozgatása, akkor legyen ez. Igen, majd az is jó lesz. Majd valamikor, de egyelőre fejlett logisztika, hogy gyorsan végezzünk ide lent. No, itt mit akartam? Mondjuk ezeket, igen.
Kár, hogy ezeket nem lehet felfejleszteni. Ja, igen. Meg nyilván. Na, hiányosságaim pótlását. Nem így. Hanem szebben. Kár, hogy ezekkel nem belőlem. Áj, már megint mellé nyomtam. És ez most hiba volt. Ez egy baromi nagy hiba volt így. Meg kellett volna idéznem a főnixet. Hogy őt támadják. Így nincs, legalább kattant a szerencse. Na igen, hogyha nem nyomok mellé, akkor ez a három gargul az meg lenne. Jó, majd akkor támadjuk azt. Jó, na akkor Zehirként ezeket itt mind kitakarítjuk. Egyet megpróbálkozok vele, aztán majd szépen lassan majd elindulunk. Ugye az egy személyes kis hadsereg, mert ugye a Főnix az ugye lehoz mindent, nyilván. Nyersanyagokat, vásárolatok adhatok el, nem, mert hülyeség. Griffin troops fight beneath an enemy banner, or are holed up in one of their towns. They won't listen to diplomacy. That's when we have to do things the old-fashioned way. Majd lesznek ilyenek, igen. Én kis érdekességek. Hát ezt a számos dzsint is megnézem, hogy hogyan tudom esetleg jobb belátásra bírni, nagyon jó. És akkor megyünk aztán, de igazából szerintem már megvan növelve a mozgási sebességem erre a hétre, úgyhogy ez a hírként valószínűleg nem tudok többet alkalmazni. Kis tapasztalat. Kis morálnövelés. Na majd Godric az tök jó lesz. Abból a szempontból, kérlek szépen benneteket, hogy neki lesz szerencséje is, meg lesz, van ugye hadvezetése is. És ugye ez morált növel, tehát már hármas morálom van, ez meg szerencsét. És igazából ő lesz szerintem az első és egyetlen olyan hősöm, akinek mindegyik értéke az nulla fölött lesz. Alapból, alapjáraton. Na. Jó, akkor eddig jók vagyunk. Ja igen, akkor megyünk szépen arra. És akkor ott éjszakon is kitakarítunk, meg ugye nyilván itt mindent kitakarítunk, ami csak lehetséges, meg Godricnak szinteket kell lépnie, hogy erősebb és erősebb és erősebb és erősebbé váljon. És az a mond ezekkel az arkangyalokkal, hogy na jó, akkor legyen először az, hogy erre megyünk. Lehet, hogy ezt itt Godrickkal kellene megcsinálnom. Fejlett támadás, jó, az ingyen és bérmentvak közt megkaptuk. És akkor 10%-a van növelve a minden. És akkor lehet, hogy ezt most itt betámadom. Kicsit szebben támadom be. Bocsánat. Jó, Főnix, nyilván. Kár, hogy oda tett a szép, jó messzire. Jó, egy mínusz. De nem baj. Jó, volt nincs. Egy pusztító mágiából kérek egy jégcsapást, és ezeket innen takarítsuk el. Miért akarja mindenki a balisztámat? Nem. Téged itt elintézünk. Te meg elintézed önmagadat, király. És azon gondolkodok, hogy lehet, hogy Zehirrel meg kéne indulni. Még most. Ősök csalnak a kiképzés különleges képességét erősíti, és 40%-a csökkenti a képzési költségeket.
Hát mondjuk az jó, mert jó lenne tényleg egy kicsit olcsóbban vásárolgatni egységeket. Meglátjuk, meglátjuk. Most azon gondolkodok, hogy tényleg, hogy Zahirként el kéne indulni. És ezt majd itt mind Godrickkal. Bár a Zahirnek az ott jó lenne az az aréna, mert ugye azt nem néztük meg. Hát akkor vissza. Akkor vissza-vissza. Szebben egy kicsit. Főnix. Na most, most jó volt, most oda tette. Jó, azt intézzük el. Meg azt is. Nem akarok egységet veszíteni, mert tényleg fontos. És akkor próbálok mindenki, tehát itt próbálok itt mindenkit béké hagyni. Oké. Okay. 20 000 tapasztalati pont. És ugye itt lent még vannak ilyen nyersanyag lelőhelyek, mint például itt ez a kavics. Nem, elutasítom, üldözöm. Jó. Alapbűbajosság az nem kell nekem. Nem. Fejlett szerencse az jöhet. És akkor már plusz... És akkor már kettes alapból a szerencséje Godricknak. Jó ez a... Ez a fejlett... vadvezetés, mert akkor ezek szerint gyakran fognak Godrickhoz csatlakozni. Na akkor ezt szépen elkezdjük itt azért kiépíteni. Tapasztalati pont, nagyon jó, már 12. szinten vagyunk. Lehet, hogy ami fönt vannak ilyen angyalok, amiket ugye bedobott ide a játék, lehet, hogy Godrick azokat jó belátásra tudja bírni. Üldözés, igen. Tehát nem hagyunk itt senkit. Godrickként főleg nem, inkább a harcot választom. Na, ja igen, mi meg itt haladunk. Hát akkor itt az lesz, hogy itt van azt hiszem Cerberus ezelőtt, igen, akkor azokat muszáj lesz elintézni, szebben. Túl nagy a kezdeményezése, igen. Ha most rendes, akkor ide teszi a főnixemet, de nem oda tette. Ezek ide be fognak jönnie. Egyet intézzünk el. Az már csak 2 darab, jó, akkor ezt elintézzük. Jó. De ne... Istenem, de mellé kattolok mostanában. Ezt is megúszhattam volna, ha nem vagyok hülye. Ha nem kattolok mellé. Ez nagyon csúnya volt így. Jaj, mit meg nem teszek. Plusz 2 támadás. Jó, akkor ezeket elviszem. Mert kell azért a nyersanyag is, meg az építkezéshez minden egyéb. Ezeket itt azért felszedem. Igen. Kis arra, kis kavics. Itt meg ugye Zahirrel nyilván pénz. Jó, és akkor ezt majd mind Godricknak hagyom itt. Hogy ő tudjon belőle szinteket lépdelni. Jó, a többi az itt meg nem nagyon lényeges. Tehát tényleg itt van a paraszkunyhók, azokat majd lehet, hogy majd szépen lassan majd elkezdem. A másik hősömmel, akit ugye most vettünk nemrég. Folyamatosan ugye jön abból, tehát 22, tehát 66 ilyen parasztot tudok mindegyes hét elején kiszedni onnan. Na Godrick az nagyon jól csinálja. Jó, nyilván nagy a serege, nagy a morál, nagy a szerencse, minden nagyon jó ott. Jó. Kolostor. Van kavics is, majd pénz kell, és akkor majd az is ki lesz építve. De nyilván nem fogom kimaxolni ezt a várost.
mert szerintem nincs rá szükség, hogy kimaxoljam. Jó, itt ők jöhetnek. Csontva az íjász. Üldözés, nyilván. Ja, nem, itt van láda. Tapasztalat. És akkor haladjunk. Na, mindjárt szintet lépünk Godrickkal. Pénzünk is van, úgyhogy jó haladunk. Na, akkor lehet, hogy az lesz, hogy Zehirként tényleg elindulok. És a maradék várakat is megpróbálom egyedül befoglalni. Ó, de hülye vagyok! Hát most már mindegy. Az fölösleges építkezés volt. Kezdődő hét, a rémálom hete. Hát rémparipákat dobott le akkor a rendszer valahova. Véletlenszerűen. Elinduljak délnek. Azt tudni kell, hogy itt van fönt északon, itt van egy, meg itt van egy lent. Tehát három van. Hát akkor induljunk. Pénz. Innen meg ugye szedek ki egy-két egységet. Miért kattolok duplám? Nem tudom mi van ma velem, bocsi srácok, lányok, de valamiért így pluszokat kattolok. Jó, egy griff az elmehet. Hú, védekezés. Nem hangzik rosszul, hogy a védekezés sem. De most legyen a gyakorlott szerencse. De én mindig nem tudom eldönteni, hogy mi legyen a... Most vagy támadás, vagy védekezés kellene. De lehet, hogy támadást fogok kérni. Mert ugye van egy olyan ott. Majd kiderül. És akkor elmegyünk errefele. Felszedjük ugye azokat a dolgokat, amiket Zehirként is felszedtünk, vagy ugye nyilván itt hagytuk. Kárót ezt képítenem. Ez kellett volna a Mágus C5-öt. Na most már mindegy. Jó, akkor nem építem. Mágus C-t ott kiépítem meg nyilván az angyalokat. De más nem. Nincs is izém. Kén, meg ékkő. Ezt hogy csinálod? Utánpótlásomnál ezt a szót kerestem. Lerohanod mi? Gondolom úgy csinálja. Pedig ezt így kéne. Túl nagy a griffnek a kezdeményezése, és mindig beküldi. No. Akkor itt voltak-e dolgok, amiket elhagytunk? Igen, voltak. Úgyhogy akkor nyilván erre muszáj lesz eljönnöm. Aztán majd... Tehát itt szépen itt eljövünk, és itt meg szépen vissza. Üldözzük. Újra. Ne küldd már be azokat a rohadt griffeket, légy szíves. Hagyd itt őket. Jó, valószínűleg majd el fog érni, de nem baj. Ennyi. Na, ezek problémásak lesznek, az biztos. Igen. Hát szét kell állni. Hát szellősebben. Mondjuk így, talán. Ezek meg... Ti meg cseréljetek helyet. Jó, oda. Te meg előre. 6 mínusz, 7 mínusz. Hát ez nem volt éppen a legjobb. Nyomjunk egy áldást. De ezekből sok XP-t fogok kapni legalább. Tehát azt már előre látom. Jó, megint 6 mínusz. Jó, te mehetsz előre, mert te nagyon-nagyon erős vagy. Hát ezt muszáj lesz letankolni. Jó, ez a kettő már nem fog lövöldözni. Ez még fog.
Sajnos. Tudok leszedni. Megtisztítás, megtisztításom van. Nagyon jó akkor. Igen, már csak te tudsz lőni, igen, mert nem érek ide időben. Hát igen, a főnixek azok azt most nagyon megszívják. Sajnos. Egy mínusz, jó. Akkor ezt itt tüntessük el. Próbálom minimalizálni a veszteséget. Jó, te ne támadj. Majd a fénymágiát kell nagyon-nagyon-nagyon kiúznom, és akkor lesz feltámasztásom. 2800. Jó. A fénymágiát kell nagyon-nagyon-nagyon kihúznom, és akkor majd lesz feltámasztásos varázslatom. Egyszer. Eljutunk odáig. Ó, 12 íjász, az nagyon jó. Jó, elindulok Zahirrel ide délnek. És hát bízok benne. Nem ebbe. Konkrétan nem erre gondoltam. Jó, nem érnek el idáig. Még. Maradj. Maradj. Akadtatott volna szerencse. Most már mindegy. Na, ez plusz egy védelmet ad, úgyhogy az nyilván kell. Jó, hogy vagyunk? Hogy vagyunk? Erre kell mennem. Ja. Ja. Ide meg ugye pénz kell majd. Hogy azokat az angyalokat ki tudjam húzni. És akkor már, most már kitudom őket. Hoppá, nem ez. Nem ez. És akkor így ma angyalokat is tudok. Illetve egy olyat akarok nézni Godricnál, hogy nincs szummonlásom, igen. Még túl alacsony szintű voltam, nem tudtam azt megtanulni. Szóval a szummon az olyan 15. szinttől kapja meg mindenki. Gyakorlott logisztika legyen. Minél gyorsabban tudjunk haladni. Plusz egy szerencse. És akkor haladás. Hú, itt mennyi izé van, ilyen XP növelő, itt is van egy, amúgy tudásról mennyi, meg oda bent is van egy. Ezt azért szedjük föl. Plusz egy szerencsét. Hát bízok benne, hogy meg tudom oldani. Ennyi egységgel. Ha nem, akkor meg majd szummonolok. Jó, de akkor ezt most itt lezárjuk. Na és akkor hajrá! Áj. Jó, hát itt nem nincs sok ellenfél. Sőt, ez nagyon is kevés. Na, hogy áll ez a város? Hát... nem mondok rá inkább semmit. A másik városom, na itt minden... ott már mindenki van építve. Jó. Hát ami ugye kell, ami nyilván, amire szükség van. Jó, kezdjük el akkor ennek is a felvirágoztatását, akkor fogalmazzunk így. Meg akkor egy picit takarítgatunk, mert hát valószínű Godrickkal errefele nem fog jönni. Mert itt csak XP növelő van, meg XP növelő, de szerintem a harcokból meg lesz az majd. Nem ezen a 2000 TP-n fog múlni, esetleg legalábbis remélem. Na most, hogy nincsen izé Griffin, most már milyen jó. Így legalább nincs az, aki befutna oda és akkor hirtelen meghalna. Jó. Ezeket itt hagytam, mi? Ja. Ezével kellett volna Zahirrel ezeket el kellett volna intézni, de most már mindegy. Nagyon kevés XP-t adnak amúgy. Tehát
tényleg. Jó, Godzsiknak nyilván jó. Majd ha lesz nagyobb sereg, meg minden, akkor majd ugye jobb lesz a történés. Ja igen, itt haladunk. Jó, most az az egy az legyen. A barakba veszek azért egy-kettő egységet. Ugye után töltünk azért. Ez hogy sikerül így? Gyertek be ide a sarokba. Egy. Na így. Tehát azért mondom, hogy kicsit a számítógépnek nincsen nagy logikája. Sajnos, nem sajnos. Jó, nem támadunk. Nem. Egy-kettő, pattan a szerencse, nagyon jó. Úgyhogy csak három íjászt vesztettem, akik annyira nem lényegesek. Na jó legyen. És akkor nyersanyagokat itt azért kapdassuk össze. Szóval ugye nyilván Godrickkal errefele nem fogok jönni. Egy kristályt ad minden nap. Milyen kristályt? Ilyen kristályt? Ja. Na, mondjuk az jó. Oké. Nem, majd rengeteg pénzre van szükségem. Ugye nyilván. És értem a játékot, hogy ezeket hogy csinálja. Pedig csak ennyit kéne csinálni, nem sokat. Szerintem. Na kár, hogy Zehirnek nincsen ilyen diplomáciája, jó legyen. Most ezt az egyet elvesztettük. Na még Kén kellene. Na, mi meg itt akkor haladjunk, igen, 300 TP. Ja, itt a Kén, oké. Okay. Látod, csak kérni kellett, aztán adta is a játék. Szinte ide dobta a lábam elé. Jó, ez meg ugye ékkő. Ékkő bánya. Tehát ezért is érdemes amúgy itt lent tényleg kitakarítani. Mert hát, ja. Na, és nekem azért kellett ez, hogy itt ezt a mágus cét ki tudjam maxolni. Mert majd ide fog jönni Godrick, és ne azon múljon a történés, hogy most van-e jó mágus cé vagy nincs. Jó, hogy nincs képítve a kovács, és akkor azért jó, oké. Azért nem tudtam ott akkor olyan egységeket létrehozni. Ja. Itt egy alaprénytermelődést csináljunk oda. Itt meg akkor tényleg, itt most már be van fejezve. Tehát itt maximum azt csináljuk, hogy a mesterlövész tornyot esetleg, meg ezt a kettőt, de a többit azt már nem. Ja. Nem. Mert tudunk még mozogni, nyilván. Állj. Kis növelés. Legyen egy kis jó morálom. Ezt játsszuk akkor újra. Ja. Lehetne jobb is. Az igen. Kicsit közelebb is rakhattad volna őket, mindegy. Menjünk oda. Hanem a főnix-szel. Jó, hát 9 ilyen, vagy 9-8 ilyen gyalogost vesztettünk. De cserébe azért kaptunk egy-két jó dolgot.
Na, itt meg ugye továbbra is szintezünk, meg ugye takarítunk. Na, akkor már kén utánpótlásunk is lesz, mert ugye most már van kémnező. 500 tapasztalat. Alakul, hát csak 11 szintet kell valahogy lépni Godrickkal. És akkor tök jó lesz az egész. Nem, elutasít, üldöz. Úgy. Jó ez a diplomácia, már érzem Godricknál, hogy ez nagyon-nagyon jó lesz. Meg ez a szerencse kombó. És akkor lehet, hogy tényleg egy alaptámadás fogunk alkalmazni. Amit ugye majd fönt ott a boszorkánykunyhónál ingyen és bérmentve lehet kapni. Olcsón. Itt akkor felfogadok egy-kettő egységet. Következő nap, amikor ugye majd lesz pénz. Jó. Hát ugye nyilván lesz, mert most már van elegendő planetárium. Hát akkor lehet érdemes lenne Godricka is ide bejönni egyszer. Plusz egy varázserőért, ott meg ott hagytam egy ládat. Itt meg van egy fakitermelő. Hát akkor még az is jól jön. Na hajrá! Hogy hagyhattam ezt itt? Nem is értem. Na. Jó, legyen ez, mert szépen lassan ugye az itt is nem ártana kiépíteni a dolgokat. Jó, és akkor ide szépen bejövök. Mert ugye zehírként, tehát nyilván zehírként is kell. Jó, megküzdök. 842 TP. Gyakorlott fénymágia, mert az alaptámadást akkor majd megtanuljuk a boszorkánynál. Négyné. Plusz egy ezres. 35 000, még 5000 XP kell. Amit lehet, hogy itt össze tudunk kaparni. Üldözés, igen. 4000 kell, most már csak, igen, most már tudja, hogy 4000 alatt van, most már csak 3000 kell. Ó, ezt megnézzük. Hát, hogyha hozzám csatlakoznak. Hú, az mekkora jó lenne. Helyőrség, jó legyen, meg még ezt, és utána tényleg itt befejezem. Oké. Csatlakozz, léci, köszönöm, nagyon jó. Nyilván. Ah. Papokat. Nem így terveztem, de így alakult. Úgyhogy most már mindegy. Muszáj volt valakit feláldozni. A pap is amúgy iszonyatosan erős egység, és igazából tényleg azon gondolkodtam, hogy ki, de ő azért, mert ugye 9 darab papom volt csak, azért dobtam el azokat. De nyilván szerintem ahány ember annyi féleképpen dobta volna el azokat az egységeket. Vagy ugye nyilván lett volna olyan ember is, aki inkább ott hagyja az arkangyalokat. Vagy arkangyalokat, angyalokat. Inquisitor, új. Ezeket lehet, hogy itt hagyom. Úgyis Godrickkal majd el kell ide jönnöm. És lehet, hogy majd csatlakoznak hozzá az ügyéhez. Van parasztom egyáltalán? Ebben a seregben? Nincs. Még nincs. 100 parasztot azért üldözzünk. Templom, ami mit csinál? Morált növel. Egy rajnyi csontíjász. Itt meg még van izé is. Jó legyen. Na léci, csatlakozzatok majd ti is. Griff. Á, nem csatlakoznak.
De azt a hülye Griffet ne küld már be! Ki fogom venni a Griffet, komolyan mondom. Na így. Biztos. Nem kell ide a Griff. Csak baj van vele. Mindig beküldi Banyek Godrika ezért a Griffet. Hülyeség. Még ide. Nem. Hogy... Ennyi lenne a nagy művészet. Jó. Na. Akkor akiket itt hagytunk, azokat is mind. Üldözzük, nyilvánvaló. Na jó, nem érdekel a Griff innentől kezdve. Tehát hogyha egyre szerencsétlen, hogy folyamatosan mindig beküldés megfelelt, akkor hajrá. Mondjuk azt majd később meg fogom bánni. De folyamatosan csak a Griffek esnek el. Jó, na. Induljunk akkor tovább. Ja, itt már jártam. Merre tudnék gyorsan áthaladni? Erre délnek nem megyünk, mert erre beindul egy másik küldetés sorozat. Tehát a küldetés sorozatnak a második fele, de egyelőre azt még nem szeretném elindítani. Van-e? Ja, következő nap várnom kell, nem fogyott a mozgáspontom. Igen. Itt majd papok. Aztán majd növeljük a városnak a populációját. Hát jöhet, igen, mert azért kell az utánpótlás. Jó, itt is kitakarítok, nem érdekel. Jó, legyen. Igen. Gyakorlott támadás most, és akkor hogy állunk? Igen, ez gyakorlott, ez fejlett, gyakorlott, ne, akkor már csak ez van hátra. És akkor ezek itt maxosak lesznek, és utána már csak képességeket kell vásárolnom. Jó. Legyen. Annyira nem fontos. Na, ja igen, mi meg haladunk. Ugye kell a pénz itt. Amivel nincs helyem itt a seregben, ezért csak annyit csinálunk, hogy nyersanyagokért, meg ugye nyilván a... Fedobja ezt a kettőt, megtorló csapás. Ez miből jön? A gyakorlott ellencsapásból, ugye? Vagy birtokigazgatás. Legyen birtokigazgatás, ez a 250 arany is azért számít. Sok kicsi sokra megy alapon. Tehát hogy állunk itt? Igen. A gyakorlott ellencsapást, ezt hol tudom úgy megnézni? Itt tudom? Ja. Megtorló csapás, igen, az meg hiányzik. Ja. Sajna. Jó. Ja igen, építés. Papok. És akkor majd Citadella itt. Azon gondolkodám. De nem, meg Odrika mindenképp ide be kell jönnöm majd. Jó, egy Griff minusz. Nyilván. Hát vártam volna megint, hogy itt is egy Griff minusz van. Jó, és akkor jöhetünk szépen erre. És akkor pont jó, mert következő héten, és akkor megint ezt itt meg tudom látogatni Godrickkal. Na, mit csinálunk itt? Ja igen, nyersanyagot szedünk fel. Jó, akkor indulunk a következő vár felé. Tehát menedéki vár felé. Hát itt lehet, hogy beküzdök én ezekkel. Sőt, biztos. Kicsit szebben. Na, mondjuk eléggé kevés az egységem. Az egynek ilyen alacsony lenne a kezdeményező képessége. Ez durva.
Még az ijászoknak is nagyobb. Na, legalább kattant a szerencse. Legyen így. Legyen így. És nem a Phoenix-emet támadja. Na, szélelementállá változott. De itt legalább után tudok tölteni egységekből. És ezek majd jók lesznek később. No. Itt volt egy szerencse, ezt megnövelhettem volna, de most már mindegy. A szerencsémet egy kicsivel. Na, itt megépíthettem volna angyalt is. Na mindegy. Akkor ezzel meg vagyunk. Az a durva, hogy az ellenséges játékos, tehát a kék játékos, az tehát olyan gyorsan elkaptam gyakorlatilag a játéknak a leges-leges legelején, hogy nem volt ideje szerintem felocsúdni belőle, hogy most mi is történik, és azért nem nagyon látni, hogy most mit csinál. Tehát látszik is, hogy tehát a menedéki városok azok kész. Olyan szinten megakadtak a fejlődésben, most se tudják, hogy mi merre hány méter. Meg jön egy kis animáció most. Fine troops. All they needed was a leader to convince them of their errors. Whoever thought that at this age I'd have to learn the arts of diplomacy. Ugye, hogyha Godrickként jövünk ide, és nem Zahirként, akkor ugye ezt a videót kapjuk. Igen. Jöhetnek az angyalok. Godrickként majd szerintem plusz 2 támadást fogok kérni. Indulj meg, kérlek szépen. Jó, elfogadom. Valószínűleg azt fogok kérni. Jó. Neked már megnövelem a mozgásodat. A hét hátra lévő részére. Na, akkor itt is kitakarítunk. Szerintem itt... Na ja, azért pénzt azért kérek. Pénz. Pénz. Földön túli mi volt ez? Kút, ja, hogy ez megneveli a manámat, igen. Íjász semleges, azokat az elkaphatom. Jó, kastély. Mennyi pénzem én? Most van 9600. Az szép. Az szép, majdnem egy 10-es 9000 jön amúgy naponta. Meg ugye nyilván, amit ugye Zahirként összeszedek. Jó legyen, ott hagytam egy ládát. Na mindegy, majd visszafelé. Májkos gondolt szenti a harmadik szintű varázslatokat hoz, tehát lehet ott tanulni. Valószínűleg az összes varázslatom megvan a harmadik szintből, Zahirként. Szerintem megvan. Plusz 2 támadás, na griffek. Nem csatlakoznak, nem baj. Jobban is jártunk, én szerintem. Tapasztalat, igen. Még egy kis tapasztalat. Alapharci szerkezet nem. Az áldások mestere, megtisztítás és az isteni erő varázslat tömeges vagy területi hatású lesz, de a varázslási költség megduplázódik, ha ő is csak fele annyi kezdeményezést veszít a varázslatukkal. Legyen ez. Az lesz szerintem, hogy kihozom ezt a hősömet. Kéne vennem... egy darab parasztot. Most ez nagyon szép volt. Tehát kellene vennem egy darab parasztot. Ja, fordítva akkor. Tehát ide, így. És akkor veled elindulhatok annyira, hogy összeszedegetem azokat a dolgokat, amiket ugye össze kell szednem. Nyilván. Tehát veled lesz egy ilyen kis futkorászásos rész.
Ja nyilván ezt meg ugye építeni tovább. Fogadó az nem kell. Mert úgyse fogják ezt a város megtámadni. Kiképzés, hogy gyakorlatilag lehetővé teszi az alacsony szintű csapatok keresztését magasabb szintre. Nem hiszem, hogy kell. Ez ugye kell, mert ebből jön a gyakorlótér. Próbálok úgy gondolkodni most már ugye egy kicsit azon is stratégiázni, hogy mik azok az épületek, amiket megéri megvenni, és mik azok, amik ugye nyilván nem. 21 szerencse. Nem csatlakoznak hozzám. Akkor hajrá! Jó, legyen, elfogadom. Ott van láda, úgyhogy Godrickként bemegyek. Hát neked megnövelem a mozgásodat erre a hétre. Ja, meg ezt ne felejtsem el itt Godricka tényleg. Ne menjek el mellette. Szóvi, ne felejtsd el Godrickként, mert az előző részt is, amit megnéztem, és volt egy ugyanilyen hely, egy ilyen aréna, amit Zehirként nem csináltam meg, hanem elmentem arra fele, és így elvesztettem így a gondolatmenetemet, és úgy, ahogy van, megfordítottam Zehirt, és nem lett meg a plusz 2 izé támadás, vagy védekezés, de valószínűleg plusz 2 támadást kértem volna. Azért megnézzük, de valószínűleg lövedék eltérítés varázslatot nem lehetne, alapfénymágia kellene hozzá, akkor itt lövedék eltérítés lehetne megtanulni. Ezt is legalább jó tudni. Jó. Ez kell. És itt akkor megvan megint az összes egység. Nagyon jó, nagyon király. Nem tudom, hogy melyik lesz majd az a város, amit fel fogok fejleszteni totálisra. Ez majd... Hát nem sokára majd azért el kellene döntenem. Nyilván. Jó, legyen. Igen. Ja igen, itt meg ugye a parasztok miatt jövök. Ide teszem szerintem a hősömet, aztán innen szépen pakolgatom a izéket, a parasztokat. Aztán majd meglátjuk, hogy hogyan lesz, miként lesz. Mert majd ennek a várnak is, ami majd meg lesz a szerepe. Ezt meglátjátok, hogy mi az. Ja igen, és ide jövünk. Ne felejtsem el, igen, hogy fölvenni ezt a plusz 1 támadást. Tehát hogy áll Godrick? Azt nézzük már meg. 10-10, 6-6, 3-3, teljesen jó amúgy. Vagy jó arányaiban van ez a történés. Mi az, amit még kellhet? Gyakorlótér esetleg. Ja, mert talán, igen, tehát az azért, hogy csökkenti a költséget. Kimozoghat még, ja? Ja, de te beszorultál, úgyhogy mindegy. Ez a helyzet az ilyen kapukkal, igen, tehát, hogy ott beszorulnak a hősök. Sajnos. Na, 22 paraszt. Nagyon jó. Na, itt plusz 1. Igen, meg ugye itt van egy ládika, plusz 1000 tapasztalat. Nagyon jól állunk, már 17-esek vagyunk. Egy kis, igen, egy kis mozgásnövelés. És akkor Godricka jövünk ebbe a városba, megtanulunk mindent, felszedünk egységeket és irány Zehir után. Aki ugye nyilván már itt azért tartja a frontot. Oké, pénz. Aztán hajrá, errefele. Nekem mondjuk megvan itt mindenem, úgyhogy igazából ide bejöhetek. Megnézni ezt a fát. Hát, hogyha valamilyen ismeretet növel, ami már van. Így né. Pokolcsődör, igen. Vérlány. Jó, hogyha majd vagyok, akkor felveszem.
amúgy is új hét van, szerintem most ide beteszem Godrikot, és következő nap fogunk majd megindulni. No. Akkor sűrítsük össze itt a dolgokat. Na. Ez jó, drága mulatság lesz. Pap kéne még, meg egy-két... Ez mit csinál a gyakorlótél? Tér. A kiképző terepen nagyon csak besorolású nemedék katonákat magasabb besorolásúvá képezheted. Az épület csak lovagok vehetik használatba. Igen. Nem lehetséges, sőt nem rendelkezik kiképzés ismertséggel, vagy a kastélyban nincs megfelelő épület. Pedig szerintem de. Lehet, hogy csak az épület nincs meg. De szerintem az épület is megvan, úgyhogy nem értem, miről beszél a játék. Na, de legalább egy csomó varázslatot így megtanulott. De legalább van most már Summon Creatures-e is. Jó. Túl sok ismeretet tanultam, akkor egyelőre ezt nem tudjuk, hogy mi lesz. Mi lesz ott az a... történés. És ezért nem fog szerintem plusz egy izét hőst felbérelni, hogy megnézzem, bárki tudja. Még az is előfordulhat. És ott hagytam egy ládát. Ott né. Hát jó, beleolvadt egy kicsit a környezetbe, úgyhogy sajnos nem sajnos. Na. Következő hét lesz amúgy is, úgyhogy... Majd meglátjuk, hogy hogyan. Mágus C. Azt szerintem nem kell ebbe a városba. Az a város az majd termelő város lesz szerintem, sőt. Mágusok hete. ...133 paraszt, na az már tetemes mennyiség. Igen, hát nincs sok pénzem, az a gond. Egy pap. És vigyek magammal egy papot. Hát jó, akkor viszek. Akkor egyelőre így lesz. Ez is valami igazából. Na, alaptámadás. Akkor legyen alaptámadás Godrikkal. Az lesz akkor a hatodik képzettsége. Szerintem az jó lesz. Legalábbis bízok benne. Szerintem itt nincs olyan, ami... Tehát ez nem alaptámadás, ez biztos, mert ugye az megvan Zehírrel. Nem tudom, szerencsesebb... Tehát biztos, hogy nem is szerencse, mindentől kezdve akármi lehet az ott. Majd kiderül. Esetlegesen. Jó, azért itt azért van egy-kettő egység, de simán hoztuk, amit kell. Úgyhogy ez is a miénk, innentől. Hát ez sincs még kifejlesztve. Jó, ezt a várost igazából úgy akarom kifejleszteni, hogy kelleni fog a piac tér, meg a városházák. Tehát 9. szintre fogjuk csak kihúzni, a többi az nem lényeg. Tehát minél olcsóbban meg akarom én ezt úszni. Ezt az építkezést itt. No. Zehír. Indulás, mert kellenek majd a... Ja, nem is tudok építkezni amúgy semmit, úgyhogy... Ja. Most kicsit pénzszűkébe vagyunk, ugye nyilván. Ja, itt meg van egy tudás dolmenje. Vagy nem. De a tudás dolmenye, igen, 20 000 tapasztalati pont. Itt meg ugye plusz egy támadás is van. És nem csak az van itt, hanem ott még van megvilágosodás, ami plusz egy tudást ad hősönként. Csak ahhoz ezeket a paplovokat itt el kéne intézni. Na, veled meg akkor felvesszük, igen, az alaptámadást, és akkor így fogsz kinézni. Fénymágia, szerencse, hadvezetés, támadás. Na, vajon csatlakoznak-e hozzám? Ez az. TP.
Jó, 8 szintet kell még lépnem. Akkor hajrá, Godric, hajrá! Őrangyal. Ha a lovag minden egysége meghal a harcban, egy angyal jelenik meg a csatatéren és feltámasztja a legerősebb halott lényeket a seregből, majd eltűnik. Nem. Katona szerencséje legyen most. Hát, és kellenek nekem ezek a nyersanyagok? Már mondjuk majd valószínűleg kelleni fog. Mi az, ami itt kell? Banyek, tényleg itt azért van egy-kettő dolog. Godricként. Erre majd ugye nyilván jövök. Úgyhogy ezt igazából később is kitakaríthatom Godrickkal, úgyhogy annyira azért most így nem fontos. Lehet, hogy Godricként elmegyek a harmadik várhoz. Sőt, szerintem biztosan azt fogom most csinálni. Elmegyünk a harmadik várhoz. Itt meg ugye piactér, amiből majd raktár, amiből majd lesz minden nap egy kristály. Ki az, aki tud még mozogni? Ó, erről nem volt szó. Erről nem volt szó, hogy tudsz még mozogni. Jó. Innen kiszedünk ugye mindenkit, akit csak tudunk. Aztán, ja, Godrickkal indulok délnek. Igen, igen. Igen. Jó. És akkor ezt a hősömet meg itt tartom, ezen a területen. Jó. Na hajrá! Nem, ezt próbáljuk meg. Jó, hogy ennyire kevés. Ó. Hát akkor szétválasztjuk őket. És jobbat nem tudok. Na, Főnix! Akkor menjünk oda. Áj, nem jó. Nem jó, nem jó. Ciki volt ez most így egy kicsit, igen. Akkor úgy lesz, hogy megidézem a Főnixet, és az egyik sarokba beteszem, hogy bevédje az egyik egységemet. Ja, az lesz szerintem a legtisztább. Ja, hajrá, ezt most gyorsan játsszuk le, ezt a meccset. Sőt. Hát, jó, megnézzük így. Na így jó lesz, igen. Főnix megidézése. Így a legjobb, jó. Így még inkább jó. Azaz. Oda. Hát ezt most elszúrtam. Mint előszínek, nyá. Nem, az a Főnix, nem jöhetek ki onnan, hát... Banyek. Hát... Áj... Az a Főnix, nem jöhetek onnan ki. Be kell védenem őket. Legalábbis az egyik egységemet. Valakinek túl kell élnie. Jó, akkor szétszedjük őket, a Főnixet megidézem, nyilván. És beállítom a sarokba. És ott fog tankolni. És nyilván a gremlingeket inkább.
Na, ugye csak megoldottam. Felemeljük a magasabb szintre. Így, az majd megtámad, és a főnix meg... Nem, a szélelementál az majd elintézi, jó. Na. ez kicsit ciki volt így egymás után kétszer elbukni. De plusz egy tudásom legalább van. Szépen alakul. Alakul ez a dolog. Na, innen kiszedek akkor parasztokat inkább. Legyen egységem, mert ezek szerint már kezdek ebből kifogyni. Na. Ez kell. 7. szint. Akkor szerintem ezeket megcsinálom, még itt fölépítem, és akkor meg lesz a 9. szint. Na. Ez durva, ezt is harmadszorra csinálom meg Godrickként. Innen kiszedem az egységeket. Jó, tudom, nem. Jaj, de hülye vagyok. Godrick még mozoghatott volna. Mindegy. Már türelmetlen is vagyok, már kapkodok is. Nem a legjobb párosítás. Ez mit csinál? Plusz 500 aranyat ad, jó. Na hajrá. Ez kérlek szépen megnöveli a hőszintjét diazásért cserébe, vagy akár ingyen is. Majd meglátjuk. Köszönöm. Van ott valami? A ládika van, meg a nyersanyagok. Hát, hogy akkor oda megyünk Zahirként. Lehet, hogy ezeket itt mindenképpen elintézzük. Bár majd Godrick is oda fel kéne mennem. Ez jöhet. Itt amúgy végeztem? Hát úgy nagyjából igen, mert a fogadó az nem kell. Mágus C-se kell. Mesterlövésztorony. Helyőrség. Lehet, hogy azért ezt kihúzom. Ezeket. Tehát itt lehet, hogy kimaxolom ezt a várost, ja. Kezdjük el kimaxolni. Szerintem szükségem lesz rá. Jó, elfogadom. Ezt majd szerintem egy kicsivel később fogom igénybe venni. Bár azt a fene se tudja, mert amúgy az időt se szabad húzni sokáig. Mert hát mégiscsak be kell fejezni majd ezt a kampányt is, és nyilván majd lesz egy ellenségünk, aki eléggé erős. Mit művelsz? Hozd le azt a főnixet! És ne támadják ki. Így. Mondjuk Zahirrel se álltanám úgy kicsit szinteket lépdelni. Én szerintem. Jó, legyen. Gyakorlott bűvályossá, Májkus ösztön. Lehetővé tesz a harmadik kör sorozatok tanását, attól függetlenül, hogy járatos-e a hős az adott iskolában. Vagy gyorsabban varázsoljak. Májkus ösztön legyen. Na. Jó. Itt pedig valami olcsót. Akkor fogadó, és akkor így meg lesz itt a városház, és akkor itt csak ennyit építünk ki, ez csak ilyen termelő város lesz. Semmi más. Ja igen, meg ugye ezt itt. Mondtam, hogy itt maxolunk. Tehát egység szempontjából itt mindent kiépítünk. Ebben a városban. Jó.
Okay. Már meglátogattam, akkor én elindulhatok erre fele, Zehirként. Lépünk szerintem egy szintet. Bár lehet, hogy nem ezt a szintet kellene meglépnem, hanem... Ja, de 23 vagyok, akkor fel tudok ugrani 24-re. Jó. És akkor utána már csak egy szintet kell lépnem valahogy vele. Megöltem volna a gólemeket? Godrikként. Egyszerűen már meg. Üldözés. Jó, 500 TP. Ja, nincs elég hely a seregben. Nyilván. Üldözés. 500 TP. Jaj. Jaj, jaj, jaj. 23 griffiok legyen. Most még ezt így elviselem. Varázstárgyat találtam. Na, az is ritkaság ezen a pályán amúgy. Nem nagyon szokta dobálni. Hős védelem plusz egy morál. 4-es a morálom. Az igen. És ez még nem minden. Hölgyeim és uraim. Képzeljék el, hogy ez még nem minden. Igen, következő Griff bástya. Jó. Oké. Plusz egy morál. Regruták. Jó, ti jöhettek. De ti már nem. 400 TP. 1000 TP. Taktika. Nagyobb területen... Nem. A haragmestere. Igaz, hogy gyorsítás, varázslati tömeges hatás lesz. És varázslati költség. Ja, akkor legyen ez. Elutasít, ezeket üldözzük. Jó, hát ez... Nagyon baba. 2300 TP. Na, ez a cél akkor teljesítve van. Ki van szabadítva Godrik, el van foglalva az összes birodalmi város. Ezek ketten élnek, és most már csak... Findannal kell találkoznunk. Nyilván. Ó, hát ezt nem hiszem el ezt a város se. Ez is hogy néz ki. Ez se jó amúgy. Lehet ebből is ilyen termelő város fogok csinálni. Még nem tudom. Innen kiszedtem vajon a izéket, az egységeket már. Ezen a héten. Szerintem igen, a Godrikkal szedtem ki, de ezeket ki tudom még innen szedni. Jó, menjünk el erre. Itt akkor végeztünk, jó. Akkor ez a város az, ami fontos. Jó. Oké, új hét kezdődhet. Oké. Akkor itt lépjünk egy 24. szintre. Ingyen szintlépés. Na, az nagyon jó. Gyakorlott bűbájosság, akkor ez így meg is van. És akkor ezzel azt értük el, hogy mindenem gyakorlott Zehirként. Ez így van. És most már csak képességeket tanulhatok. Ezt már ugye akkor meglátogattuk. Ha jól emlékszem, akkor itt nincsen semmi olyan növelő történés. Mindjárt erre azért elnézünk. Nem vagyok annyira biztos benne, hogy nincs itt valami növelő történés. Köszönöm. Ide is amúgy el lehet utazni, ott csak nyersanyagok vannak, de szerintem az annyira nem fontos, meg ugye szintlépés, meg ilyesmi. Nem tudom. Most egy kicsit úgy... Tanástalan vagyok, hogy most valóban van-e itt errefele valami növelő. Mindegy, Zehirként azért összeszedegetem itt a dolgokat. Raktár, igen, az kell. Ja, te meg akkor induljál meg az eheti
futamodra, vagy nem tudom minek nevezzük ezt. Körödre. Na. Lassan végzünk. Hú, 30 ezer. Ujj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 
között is. Igen. Igen. Igen, igen, igen. Nagyon jó, akkor te most már nem mozogsz többet. Csatlakozz, köszönöm. Csatlakozz, köszönöm. Mi meg itt akkor haladunk szépen tovább, de szerintem itt megint nem lesz semmi. Ja. Annyi, hogy itt kitakaríthatok. Igen, üldözöm. Jó. Talán meg lesz 20. szint, és akkor ott a fánál ingyen tudok egy szintet lépni Godrickkal. És akkor ez egyik probléma már le van tudva. Vagy majd le lesz tudva. Ezt meg ugye Zehírként elfoglalhatom, mert Zehírrel igazából most nem tudom. Tehát már csak egy szintet kell lépnem. És akkor meg lesz a szintkorlát. Igen. Kovács. Szerintem ebből is termelőváros lesz. Sőt. Ugyanúgy, ahogy ebből. Hát igen, ez itt a probléma. Ez a pénzmennyiség. Na, megnézzük, hogy egy nap mennyi pénz jön be. 15.500-an van. Egy tízes jön. Ja nem, elutasít. Mester lövész, jöhettek. Ti jöhettek. Ha szeretnétek hozzám csatlakozni, akkor nyilván jöhettek. Jó. Jó lett volna még itt egy szintet lépni valahogy. Esetleg ott tudok még szintet lépni, azt akkor visszajövök. Úgyis annyit tud mozogni Godrick. Tehát többet, mint Zehír. Ezt Godrick, amíg fel is kéne menni éjszakra, meg le oda délre. Ó, itt is tudok, ja tényleg, ja, megnövő hőszintjét, igen. Tehát még azt is kitakaríthatnám Godrickkal. Akár. Lesz ez, igen, és akkor itt meg városháza. Jó. Aztán majd el kell kezdenem pénzt termelni. Mondjuk annyi nyersanyagom van, hogy igazából ezt majd lassan átváltatom majd pénzbe valamikor. Na, Zehírrel akkor most jön az az időszak, hogy összeszedegetjük ugye a nyersanyagokat, amiket elhagytunk. Majd lépjek most szintet. Hát lépek most szintet, most már oly mindegy. Jó, igazából, hogyha 23-24. Szintre föl tudom tolni Godrickot, már az is bőven jó. Íjászat. Na, hogy állunk? Nagyon jó. 91.000, 97.000, akkor 6.000 pont kell, és akkor következő szint megint. Summon creatures. Lehet, hogy amúgy beszélnem kéne Zehírrel. Mert már 20. szintű vagyok, lehet, hogy kéne egy-két varázslatot tanulni. Megosztani egymással a tudást. Áj, de drága itt minden. Túl sokba kerül itt minden. Ja, szerintem Zehírrel most kellene egyet beszélgetni. Vagy hát majd. Majd amikor egymáshoz odaérnek valamikor. Tehát az nyilván nem most lesz. Igen. Jó, 850 TP. 1500. Jó, ez is akkor itt mind az enyém lett.
Szerintem elindulok éjszaknak, csak előtte akkor beszéljük itt meg itt a varázslásokat, varázslatokat. És akkor ez itt kész van. Szerintem ezt se fogom tovább húzni, mert csak nyersanyag kidobás lenne. Meg pénz kidobás. Ezt a mennyek oltarát itt kihúzzuk, ezt kimaxoljuk, kivéve ugye ezeket. És akkor ott lesz majd a sereggyűjtő, vagy nem tudom minek nevezzük. Ja. Igen, tudok róla. Na. Beszélgessünk el egy kicsikét egymással. Hogy akkor hogyan legyen, miként legyen. Jó. Azt nézem, hogy nem tudok amit semmit se cserélgetnie. Nem nagyon találtam dolgokat. Na, a városi portál az már van. Nagyon jó. Már ezt meglátogattam. Hát menjünk oda Godrickként. Megnézzük. Mit tud ajánlani az a Baum. Lehet, hogy fénymágiát tud ajánlani, és ez tök jó lenne. Ó, benyek. Mérséges bosszorkának a kunyan szívesen lett, és kifürkészett egy lakokból úgy dönt megtét az őrangyal ismeretre. Akkor fénymágia van itt, igen. A megkötések mestere, igen. Akkor az most így kimarad. Sajnos. Na mindegy. Na mindegy, így alakult. Nem azt akartam amúgy, de mindegy. Jó, Godrickként akkor ide följövünk. És szerintem errefelé is akkor jövünk, azt kitakarítunk. Sőt, várjál. Summon creatures. Vigil. Melyik Vigil? Az nem jó. Jó, mindegy, azt ott is ott fel kell szednem, úgyis, úgyis. Ha csak nem eljövök erre, de itt meg nincsen semmi olyan érdekesség, ami kellene. Na veled, mihez kezdjek most, Zehir? Mert téged most kicsit most így fölöslegessé váltál. Visszaküldelek ide. Innen kiszedjük az egységeket. Mert neked is amúgy majd kelleni fog. Ja. Itt meg tudom építeni? Jó, meg tudom ezt építeni. Menjek oltárát. Jó. Hát akkor hajrá, indulás. Ja, mert még itt van neki növelők, igen. Godrickként ugye ezt mondjuk, hogy meg kéne látogatni ezeket. Te feled meg ugye hazamegyünk. Ha csak. Aha. Jó, hogy ide benéztem. Lehet, hogy akkor itt is maradok most. Ja, maradhatok amúgy itt is most egy darabig. És akkor innen ki van véve minden. És akkor irány haza. Bár szerintem innen már szumonolhatom magam. Ugye? Vigil. Ez van mindig közel. Hát az durva. Hát akkor egy rövő hozzá az is sétáltok, úgyhogy lényegtelen. No. Jó. Igen, Godrickként felvesszük azokat a dolgokat. Sőt, amúgy lehet, hogy azt csinálom, hogy miután kiszedtem az egységeket Zehirrel, már meg van látogatva, jó. Tehát lehet, hogyha kiszedtem az egységeket Zehirként, akkor azt fogjuk csinálni, hogy ja igen, te meg induljál meg. Hogy elindulunk délnek, és ugye Findent megkeressük. Hogy azért időközben az is elinduljon az a történés. Itt meg azért ezt a 250 paraszt azért most már viszem ide.
Ja, és akkor mostantól termelés van. Mostantól pénztermelés van, meg minden egyéb termelés van. Már nem húzunk semmit, amit akartam, azt szerintem már kiépítettem. Ugye, amit szerettem volna nyilván, hogy azt már mind kiépítettem. És akkor haladunk előre. És majd Fintonnál majd megnézzük, hogy mennyire butítja le a rendszer, mert ha jól emlékszem, akkor őt le fogja butítani. Annyira lebutítja, hogy ugye 27. szintű lesz. És ugye nyilvánvaló, akkor valami képzettséget ugye el fogok veszíteni, vagy hát nem tudom, hát kiderül. Ugye az előző hadjárathoz képesti Findanhoz képest. Jó, itt kiköthetünk. Na Godric, irány akkor először észak. No. Na nézzük, csak csinálok egy sorrendet. Igen. Igen, így. Egyelőre. Zairt egyelőre ott hagyom, és akkor majd cserélek mindjárt itt egységeket. Csak először akkor megvárom, hogy mi legyen, hogyan legyen. Oké, neked megnőtt a mozgásod, és akkor a következő nap meg majd odaérsz. Hát most két napot akkor pihen legalább izé Zahir. Mi meg ugye szinteket lépünk gyorsan Godrickkal. Igen, megküzdök. 800 TP-ért, igen. Hogy áll a sereg amúgy? Egész szép, egész szép. Nem rossz, jól néz ki. Nekem tetszik. Na hajrá. Oké. Okay. Bár lehet, hogy azért ezt is ki kéne építenem, most azon gondolkodtam, hogy ilyen biztonságinak ki kéne azért építeni egy-két egységet. Tapasztalat. Fejlett támadás, az legyen. 21. szint. Még 4 szintet kéne valahogy rápirítanom Godricra. Bár igazából már 2-3-nak is örülök, hogyha az sikerül. De nyilván sikerülni fog. Jó, ennyit a sátorról. Főleg így, hogy itt még van egy ingyen szintlépés. És ez fa. No. Akkor csere. Jó. Nem ezt akarom. Igen, rengeteg egység van itt. Kis kereskedelem jó jönne. Mert... ezek ugye nincsenek meg, illetve... egy-kettő ilyet azért még elviszek. Jó. Jó lesz ez így. Na, legalább Zahirnek is van egy mini serege. Úgyhogy tudok vele is akkor most már harcolászni. Meg illetve ugye fel kell ugye magamat is készítenem ugye a végső harcra. A végső harc amúgy már nagyon-nagyon vicces lesz, majd ezt meglátjátok. Mert most nem lelőjem a poént. Tehát az egyik olyan hőssel fogunk megküzdeni, akivel ez egyik kampányt megcsináltuk. Nyilván mondjuk, aki odafigyelt a történetre, az ugye nyilván tudja, hogy kiről van szó.
És vele nem egyszer kell, hanem háromszor egymás után. De tényleg, tehát úgy egymás után, hogy tényleg, hogy meg is kérdezi a játék vissza, és kérdez, hogy készen áll minden hősöd a csatára, és nyilván az lesz, hogy mind az összes hősömet fel kell készítenem, mert egyszerre kell majd megküzdeni. Ez nagyon durva lesz, majd meglátjátok. Jaj, nem telt el annyi idő. Akkor ennyi. Akkor itt meg elindulhatok. Oda lefelé. Ja, itt meg... Nem ez az a város. Meg elfelejtettem építkezni. Mesterlövész torony az mondjuk jól jöhet. Hát, hogy ilyen kis egységeket ott úgy fölbérelek. Nem tudom még, hogy hogyan lesz, miként lesz, de megoldjuk. Hú, az a droid az kemény lesz. Remélem, hogy sok tapasztalati pontot ad. Az a 36 droida. Főleg, hogyha ennyit vesztettem. Hú, mennyi pénz. Itt meg lesz egy szintlépés. Hát nem az kellett volna, hanem a leintermelődést megnövelni, de most már mindegy. Az alap leintermelődést. De most már nem számít. Ja, hogy kikerülöd? Oké, értem. De miért kerülöd ki? 500 TP az 500 TP. Ja, itt azért kitakaríthatok. Jó, szép lassan azért itt is kiépítkezünk. Jaj, mert még ide is le kell jönnöm Godrickkal, jaj, ezt ne felejtsem el. Üldözzük. 100 TP. Egy kis morál növelés. Na, lépjünk egy szintet. 10 drága kőért, az ez az elvileg. Ja, akkor nem az volt. Gyakorlott támadás, harci örjöngés, taktika. Legyen a harci örjöngés. Ezt már meglátogattam. Jó. Hogyan állunk? 22. szint. És mennyien félnek Godricktól? Durva. Azt is. Plusz 1000 tapasztalati pont. Üldözzük. Az 600 TP. Üldözzük. Ez is 600 TP. Jó, alakul, szépen lassan, de azért alakul. Tetszik nekem ez így. Ha ezek még csatlakoznának is hozzám, akkor az lenne a legjobb, de nem csatlakoznak. Na, hogy állunk itt? Felfejlesz? Nem kell felfejleszteni senkit. Mondjuk alig vagyunk már itt a nagy izék között. Na, akkor csinálunk egy városi portált én szerintem. És megspóroljuk az időt. És a türelmet. Jó. És akkor ezeket elviszem magammal, meg egy sátrat. Nyilván. És akkor Godrick... irány... errefele. Okay. Hát... mondjuk eléggé le vagyok maradva. 177 ezer... 23 ezer TP kell majd. És az nem tudom, hogy meg lesz-e, de inkább majd... inkább legyen meg. Valamilyen úton, módon. No. Godrick, irány. Előre. Jó, hogy te jó gyors vagy. Úgyhogy megyünk és megkeressük Findent.
Mondjuk nagyon-nagyon sok pénzre lenne szükségem. Hát ezeket lehet, hogy nem fogom most én bántani. Ja, szerintem azokat most nem bántam, mert lehet, hogy azok csatlakoznak majd Godrickhoz. Ha ideér. Valamikor. Nem is érdemes itt izélni, városi portálkodni, mert szerintem ugyanannyi időt venne igénybe. Ja. Még ott, oda lemegyek majd Godrickként, de semmi más. Én meg ugye nyilván idebe. Jó, akkor azokat ott hagyom. És akkor elindulunk délnek, és akkor elvileg itt már megtaláljuk Findent. Az ott micsoda? Inquisitor. Akkor azokat meg kell ölnöm. Jó, 3700. Mennyi kell még? 18000. Jó, legyen 20000. Na és akkor megvan Finden. We've come farther and faster than I had hoped. But it has been savage. So many have fallen. Some that I knew. Yet Isabel and Markal are still at large. Not for long. We have Markal cornered. Archmage Zir and Lord Godrick, I presume? Greetings, Finden of Ireland. It is an honor. So tell me, what is your plan? For the elves, the next step is simple. Death to Markal. Agreed. Harder. But that won't be easy. Markal is no fool, and he has prepared himself. His power resides in three legendary relics. The first is the Black Crystal. He has that? It lets you tap into an infinite well of magic. He can fire off spells all day and never get tired. I fear it is so. Second, the Cursed Garrison. I have seen it in action. It provides him with a constant stream of fresh troops, or freshly rotted troops, I should say. It makes his armies endless. It must also be destroyed. Third, he has managed to find a Tear of Asha. It increases the power of everything he rules. He must have taken the one from Dunmore and corrupted it to suit his needs. Let's each take a target. I'll blow up the Black Crystal, Godrick destroys the Cursed Garrison, and for Finden, the Tear of Asha. Once we've destroyed them all, my friends, we'll celebrate on their smoking ruins. We agree with the intent, Zaire. For the harmony. Griffin Eternal? As things stand, my friends, I would be content if the Griffin Empire lasts a few more days. I'm no longer so bold to predict eternity. Na. Hát akkor Finden. 29. szintű. Na, addig lett akkor lebutítva. Jó. Teljesen királyságosság akkor ez a történet. Na, akkor Findenként következő dolgot fogjuk csinálni. Nem nagyon fogok vele szinteket lépdelni, hanem az lesz. Hát ezt a helyőséget ezt nem bántam én szerintem, csak ezt a vasgólemeket. Szintkorlát elérve. Jó, 29. szinten akkor beragad. Jó, oké. És akkor nem is fog tovább nőni semmi. Na. Findennel azt csináljuk. Hogy visszamegyünk. Tehát ővel is felszedem az összes erősítőt. Ami csak van. Tehát most ez ugye jó hosszú feladat lesz, nyilván. De legalább neki van logisztikai, úgyhogy ezt könnyedén meg tudjuk oldani. Oké. Zahirrel meg ugye takarítunk. Addig. Mert ugye szintet kell lépnem nyilván nekem is. Amíg Godrick is itt szórakozik. Ugye, jó, nem szórakozik, de... Ugye nyilván
kell itt is játszadozni. Jó, 3300. Hogy állunk, 22. szint. Hát akkor tapasztalat. Jó. Na és akkor Finden, indulj megfele, kérlek szépen, annyira, hogy majd kell neked ez. Meg ugye minden, amit ugye itt összeszedegettünk Findenként is. Aztán majd az egyik városkába majd be fogom őt rakni. Mert Findennek is hatalmas nagy szerepe van amúgy majd ebben a küldetésnek a legeslegvégén, majd nagy szerepe lesz. De majd azt úgyis meglátjátok, hogy miről van szó. Plusz egy védekezés. Akkor azt is ott szedjük össze. Na, veled tapasztalati pont. Jó. És akkor nem akarom húzni itt az időt, városi portálkodunk ide. Ebbe a városba. Meg is növelte a mozgási sebességemet a következő időszakra. Jó, itt megvan minden. És akkor mindenkit továbbfejlesztünk. Hát ez drága lesz. Igen, majd lovagok is kellenek. Jó. Akkor Godric irány. Mert nem akarok húzni az időt. Jó. És akkor gyorsan takarítsunk. Zahirral addig takarítok, amíg nincs... Ne. Zahirral addig takarítok, ameddig nem lesz meg a szintem. Utána meg Godric lesz a... megint majd a főszereplő. Jó. Aranybánya. Mert sajnos fel kell készülni ezekre a harcokra. Akár tetszik, akár nem. Plusz egy tudás. Jó. Akkor mi az, ami még hátra van itt? Itt nincs semmi, úgyhogy ide nem kell bejönnöm mindenként. Akkor elindulhatok erre. Jó. Na, akkor Godric is mehet, mert igazából Godrickkal akkor most már itt kész vagyunk. Vele is mindent felvettem, amit tudtam jelenleg eddig. 16-os támadás, nagyon jó. Nagyon, nagyon jól néz ki most már. Alakul ez a kinézet. Jó. Illetve lehet, hogy summonolni fogok egy-két egységet. Hát szó szerint egy-két egységet fogok summonolni. Ja. Ez a része az, ami nem nagyon tetszik, de hát majd valahogy megoldjuk. Majd valahogy csinálunk pénzt. Bár nem tudom hogy, de majd valahogy megoldjuk. Valahogy megoldjuk majd azokat a pénzügyi problémákat. De igazából sokszor ugye rámentem a tapasztalatra, nyilván. Amire lehet, hogy nem mindig kellett volna. Itt jöhettek. És akkor Godric is haladhat erre lefele. Hogy állunk? Még egy 7000. Legyen 10.000 XP-kel. Hát nem lesz egyszerű. Mondjuk azt senki nem mondta, hogy egyszerű lesz. Gyerünk Finden. Mert neked meg haladnod kell. Neked is össze kell szednem ilyen bónuszokat. Minél többet. Okay. Várjunk csak, az mit csinál? Alaptámadás, de Findennek nincsen támadása, igaz?
Nincs. De van, de az már ki van maxol, úgyhogy ja. Itt már nem fontos számára ezek a dolgok. Nem fontosak számára ezek a dolgok. Jó. 800. Hát, bocsássatok meg, de nem. Nem. Bocsássatok meg, de nem. Nem azt az időt éljük, hogy csatlakozhattok. Pedig nyilván amúgy majd jó lenne. Mert azért nem ártana nekem is egy sereg. Elindulok szerintem erre Godrickként. Ja, itt áttörünk. Jó, itt megvan mindenki, aki számít. Na hajrá, Godrick. Jussunk itt át valahogy. Jó. Gyakorlott támadás. Hogy állunk? Alakul, alakul. 149 ezer, mindjárt megnézzük. 200 ezernél van a izéje, a 25. szint. Lehetséges. Tehát akkor ezek szerint még egy 50 ezeret össze kéne szednem Godrickként. Nem lesz egyszerű. Igen. Jó, itt már csak 2000 kell, úgyhogy innentől kezdve itt már csak pénz. Ja, még errefele kitakarítunk, tehát ugye nyilván, mert ugye ki kell. Mert ugye a következő követésünk az nem más, mint győzle Márkát, és illetve mindenki másnak ugye túl kell élni egy dolgokat. Úgyhogy kemény csatának nézünk elébe, úgyhogy kicsit azért fel kell készülni. Fel kell húzni a nadrágot. Oké. Plusz 2 támadás jöhet. És akkor irány veled a katakomba. Majd felszedjük azt a pár tudást. Aztán visszateleportálok majd ide veled, és akkor majd ott is azokat a dolgokat felszedjük. Ki van ez amúgy találva? Na, Godrickként hajrá, indulunk meg errefele. Igen. 1000. Na, találtam egy varázstárgyat, király. Kéne pénz, nagyon sok pénz kellene. Ja, itt megvan egy nekromontavár, amit végül is elfoglalhatok. Na, ó, mi van ma? Ó, hát ezt nem hiszem el. 100 TP-n múlik itt a dolog. Ez vicces. Na ugye. Mana visszanyerés, megduplázza mana visszanyerést. Jó, és akkor megvan a szintkorlát. Zehírrel megvan a szintkorlát. Tehát az a fő, hogy vele meglegyen. Másodlagos az Godrick. Hogy vele is azért legyen meg. Lehet azt csinálom Zehírrel, hogy ide bejövök a Necropolisba. És csontváz sereget csinálunk, nekró sereget csinálunk neki. Ezt még mindjárt eldöntöm. Igen. Itt van egy. Hát jó, hosszabbik úton megyünk, de mindegy. Nem akarok konfrontálódni senkivel. Findenként. Jó. Ezzel meg vagyunk. Oké, hajrá. Üldözzük, igen. Ja igen, szinteket lépünk, mi mindig Godrickként.
2000. Hát, ja. A 21. szint szerintem meg lesz. A többiben nem vagyok biztos. A többi az necces. Hogy meg lesz-e. Oké, oké. Ezeket én itt már nem bántom. Fölösleges. Godrikként szerintem majd bejövök ide, de... De másként már nem. Na hajrá, te mozogj! Na neked is azért kell a tudás, meg a varázserő, meg minden, mert azért van egy pusztító mágiad. Azért nem árt, hogyha erőteljes. Szerintem a közkész van. Már itt se építkezek tovább. Annyit. Nem rendelek innen senkit. Itt kéne kiépíteni. Jó, itt mennyi izé egység van. Fú, banyek. Na most rengeteg egység van, csak nincsen elegendő gyersanyag. Tehát itt most az a probléma. Vagy hát nincs elegendő pénz, inkább azt mondom. De menjünk be. 10500, nagyon jó. Majdnem szintlépés, igen. Hát... Őszintén, ez is egy kalap kaki. Ez a vár. Ezres XP-ket kapok ezekből. Jó, nem tudom, hogy miért ezen az útvonalon megy, de jó, hogyha azt mondja, hogy neki ez a rövidebb, akkor neki ez a rövidebb. Úgyis te ráérsz. Veled most nagyon ráérek. Hát, Finden Zehirként szerintem bejövök ide. És várunk. Hát azt csinálom, hogy kiépítem ezt. Túlvilági szentét. Aztán majd meglátjuk. Hogy hogyan lesz, miként lesz. Amíg így Godrickkal ugye meg Findennel még futkározok. Pár kört. Nyomkeresés? Akkor nyomkeresés. Ja. Mennyi kell? Húja. 200 000. Mely van a következő szint? Hát az 32 000 TP. Ezt akár, hogy számoljuk. Próbáltam pörgősre csinálni ezt a játékot, srácok, lányok, de nem nagyon jön össze. Fú, de rosszul áll ez a város. Ez nagyon szörnyű, hogy ez kinéz. Hát nézzem. Ja. Hát mondjuk még ezekből akár még lehet valami. Még egy-kettő ilyen kis egységet így tudok itt termelni. Akkor lehet belőle valami. Jó kis nekrósereg. Még összejöhet belőle. Jó, itt igazából csak nyersanyag van, meg szintlépéshez lehetőség, de szerintem azt most már hanyagoljuk. Még ide azért benézek. Ja. De most már szerintem pénzt fogok kérni, igen. Tehát most már meg vagyunk, most már készek vagyunk. Én a mondó vagyok. Oké, jöhet a pénz. Rengeteg pénz. Nagyon-nagyon sok pénz. Itt van valami? Azt gondolom, hogy nem nagyon emlékszem, hogy errefele mi van. Még egy szintlépés. Akkor simán.
Jövünk erre, nyilván. Jó, nem érdekel. Egy szintet pont tudunk lépni. Jó. Szintkollát elérve, nyilván. Oké, egy tudás. Meg majd az is, és akkor veled meg summonolunk gyorsan vissza. A városkákba. Jó, ugye szintkorlátos ez, ez az épület. Aha. Jó, lidérceket. Akkor az problémás. Egy kicsit. Nem nagyon, csak egy picit. De megoldjuk, megoldjuk. Valahogy csak megoldjuk. Oké. Okay. Ezzel meg is vagyunk. Városi portál. Melyik városba portálódsz? Most ugye az a kérdés. Jó, jó helyre portálódtál. Na, akkor még ezeket. Ó, ingyen szintlépés. Nagyon jó. Ismerős törös. A hős, lovag vagy vándor seregének minden lénye plusz és sebességet kap, a csata füves terepen zajlik. Vagy navigáció. Tengeren nem fogunk mozogni, úgyhogy jöhet ez. És akkor megvan a szintkorlát, ez az. Nagyon nehezen, de azért összejött a szintkorlát. Akkor most már csak pénzt kell termelnem valahogy. Hogy majd tudjak egységeket csinálni, és akkor tök királyságos lesz. Királyságosság lesz minden. Summonolni 80 manám van. Az angyalokat érdemes innen. Summon, igen. Ja nem. Mert nem az a legközelebbi város a fenébe. Na mindegy. Akkor ezt most jól elszúrtam ott. Jó, ezeket most már itt hagyom. Oké. Okay. Jó, akkor srácok, lányok, lassan végzünk. És itt a lassan van a hangsúly. Úgyhogy Godrickkal szépen lassan elindulok akkor visszafele. Mégpedig ide. Habár nem biztos, hogy oda kéne most mennem. De majd meglátjuk. Gondolkodóba estem, tehát nem tudom majd, hogy hogyan legyen. De bízzunk benne, hogy jól döntöttem, hogyha ahogy döntöttem. És bízzunk benne, hogy markása annyira erős. Ezt is ki kell építenem. Ha akarok valamit csinálni. Jó. Illetve itt van még plusz egy támadás, amit fel kell vennem. És akkor mindent berakhatom abba a várba. Ja. Yeah. Zehirrel meg megvárom ezt, hogy itt kiépüljön minden. Amit akarok, az épüljön ki. Ja, még ez kell, ez a lich. És akkor meg lesz itt majdnem minden. Vampír kúriát. Vampír kúriát azt nem lehet kiépíteni ezek szerint ott. Az necces akkor. Hm. Nem mindig, akkor menjünk erre. Ja, kénytelen leszek lefelé menni. Godrickként takarítunk ott arra fele ki. Aztán majd meglátjuk, hogy hogyan alakul a dolog. Ja. Igen. Nem lehet fogadót csinálni, és abból nem lehet csinálni vámpír kúriát. Áj. Hát sajnálatos ez a dolog.
csak ez a griffekkel mit fogok én kezdeni, az a gond, hogy azt nem tudom. Mert ezek így most szétcseszik a morált. Jó, mondjuk van egy plusz egy, egyes morálom, úgyhogy ezzel meg lehet oldani. Jó, egy kis nekró sereget akkor létrehoztunk. És akkor Godrickkal menjünk. Nem, hadd hagyom. Plusz egy tudás. És akkor jövünk szépen erre. És lehet, hogy itt majd haza fogok szummolni. De nyilván meg kell várnom, amíg Finden is hazaér. És ilyen kell csinálnom egy mini sereget. Ó, ja, hogy már jártam itt, jó. Summon creatures, azt hadd nézzem meg. Gripon, oké, akkor oda be tudom magamat portálkodni. Jó. Csak lehet, hogy szerintem ennek a... Nem, nem így gondoltam. Ettől a hősömtől könnyes búcsút veszünk. Ja. Elküldöm. Jó szolgálatot tett eddig. Jó. Következő nap. Van-e még itt valami növelő? Tudás dolmenje van. Azt hiszem más nincsen. Jó. Summon, az Millfield, az pedig a második város, jó. Úgyhogy Godrick oda haza tud menni. És Godrickot szépen ide berakom. Oké. És hát kéne építeni sereget. Mi az, ami hiányzik? Griffek nincsenek. Griffek azok egyáltalán nincsenek. Hát... mondjuk egy 30-at. Jó. És akkor papból kell, meg ezekből. És akkor azt mondom, hogy ez így már készen van. Cserébe most elszúrtam, mert elszúrtam. De mindegy, elindulunk. Nincs most erre idő. Mert nyilván ezt is fel akarom ugye venni, tehát plusz egy tudás, mindenképp. Aztán akkor megnézzük, hogy tudunk-e valamit kezdeni magunkkal, illetve majd azért erősítjük azokat a seregeket. De bízok benne, hogy így meg tudom oldani ezt a történést, és akkor le tudjuk győzni Markalt. Három egymás követő csatában. Nálad csak annyi kell nekem. Kell Griff. Meg majd kellenek angyalok. Tehát repülő egységek majd kellenek. Plusz egy tudás, jó. Megvagyunk, úgyhogy haladhatunk akkor. Nem ez a város kell nekem. Mondjuk ott meg van egy csomó angyal. Jó, ez az 5. És mondjuk majd lehet, hogy íjászokat még ide betesszünk egy párat majd. Szóval majd mindjárt meglátjátok, hogy miről van szó. Három egymás követő csata. A négy sereg csatája, akár így is nevezhetnénk. Fog megküzdeni. Jó, 104 mesterlövész azért csak elég lesz majd mindennek. Maradék pénzből meg itt valamit alkotunk.
legyenek ezek. Jó. És akkor srácok, lányok, mentünk egyet. A triumvirátus nullára. Hát remélem, hogy Zahírnek ez elegendő lesz itt. Inkább is bízok benne. Úgyhogy hajrá. Ha nem, akkor megrácsesztünk. Készen állnak a hősök már elleni csatára? Hát bízzunk benne. No. Hát akkor hajrá. Megvárom, hogy ő támadjon majd. Oké, ez eddig nagyon jó. Ki kell mennem. Támadnom kell. Kell a főnix. Ja, bad morál. Oda szépen. Oké, és akkor most jön az a része, hogy kell nekem egy... Bányák, nincs meg az a varázslatom, a megtisztítás. De van. Ja, de nem ez kell nekem. Egy másik varázslatra gondoltam. De most már mindegy. Akkor... Elementálok idézése lesz. Ezeket kell megölnöm. Jó, hogy oda bement ez a vámpír úr, az a 40 akármennyi, aha. Oda menjünk valahogy. Na, muszáj lesz. Itt meg kell ölnöm, meg majd a vámpírt is, igen. Ha lenne ilyen eloszlató varázsot, igen, tehát az kellene. Az eloszlató varázslat kellene. Kell nekem egy holtok feltámasztása akkor. Aki még életben van. Na, jégcsapás. Oda. Sok egység amúgy illúzió, úgyhogy azokkal nem kell foglalkozni. Hát jégcsapás hozzunk akkor. Na, az visszatöltögeti magát. Na, de muszáj lesz itt valamit alkotni. Hoznom a főnixet majd megint.
Ja, és a Phoenix-re meg tudom majd ölni a izét. Legalábbis remélem. Na, még egy jégcsapást oda. Figyelni kell, hogy ki az igazi és ki az illúzió. Oké, volt nincs. Na, és egy jégcsapást. Meg még egy jégcsapást, már csak ez van, meg ugye az. Szerintem. Oké, azok is elpusztultak. Na most ezek közül ki lehet még a valós? És ugye az a nagy kérdés. Idézzünk még elementát. Hát az biztos, hogy kamu. Tehát útban van. Kell mennem a Phoenix-el arra oda. Kezd itt egy kicsit elszabadulni a pokol. Oda előre. Az igen. Jól bevédi. Akkor vissza a Phoenix-et. Hát akkor itt szépen öldököljük le ezeket. Oké. Okay. Na, tudok lőni végre. Itt még mindig nem tudok lőni. Na. Ezeket tüntessük el innen. Valahogy. Valamilyen mágiával. Kezdenek nagyon idegesítőek lenni. Nyilván visszatámad. Ezek meg itt vannak. Na, végre oda tudok lőni egyet. Hát akkor vissza a Phoenix-et. Nehéz, nehéz, nem egyszerű. Most egy kicsit úgy nehezen haladunk. A rohadt Phoenix-emet öli. Vedmura. Jó, hát nyilván gondolom tudja, hogy ez a legerősebb egység. Hát te meg kell szabadulnom nagyon gyorsan. Nem. Ja, nem tudok, oké. Okay. Akkor oda. Oké, okay, ez akkor volt, nincs. Ide gyorsan ráállok, hogy föl tudja támasztani.
Nekem van támasztásom? De az is idézői mágia, nem? Ja. Tudok támasztani. Jó, szép lassan, de azért meg lesz ez. Oda kéne állnom. Bad morál. Nem jó morálom, igen. Sárkányt. Megint bad morál. A saját csapat, a saját csapatát izéli. Ölte meg. Lehet. Most se kizár. Na oda gyorsan be. Na és akkor végre győztünk. Nagy nehezen. Na. Az első megvan. Az első csata. Jöhet a második. Bár mondjuk ez könnyebb lesz. Ez sokkal könnyebb lesz. Csak az első ilyen nehézkes. Mondjuk jó, könnyebb lett volna, igen, hogyha esetlegesen van ilyen... Ja nem, áldás. Van ilyen megtisztításos varázslatom. Csak ezeket kell elintézni. És akkor kész, vége. Oké, és akkor jöhet a harmadik. Így. És akkor ketté szedjük őket, jó. Hát nem lesz egyszerű, az biztos. Főleg így bad morállal. Kijön a sárkány, az jó. Akkor legalább nyitva marad akkor a kapu. Mennyit sebzek ebbe? 3 töletig. És így. Így meg masszívat. Na, egy pusztító mágiát. Egy tűzlabdát ide dobjunk be. Jó, én meg eljövök erre. Nem egyszerű ez a 3 csata egymás után. Na nézzük. 3-tól 8-ig. De akkor 6. Jó, akkor én meg ide bejövök. Feláldozzuk azt a pixit. Oké. Akkor én erre rá tudok repülni. Hát sokat láttunk ebből. Szegény Phoenix. Kapja rendesen. Nem baj, megyünk az angyallal befele. Oké, villám. Azaz. Szép volt. 360, 420, villám, 420. Azt gyorsan el kell intéznem. Jó lenne, hogyha kaput be tudnám dönteni. Az lenne a legjobb, annak örülnék a legjobban. Mert akkor be tudna menni ez a két egységem is. Jó, ujjászok voltak, nincsenek. Ó, de legalább kijön a szellem. Már az is valami.
szegénykém. Oké, kijött a vámpír. Nem tudom, az angyal meddig fogja bírni. Pedig még egy kicsit bírnia kéne. Tűzlabda oda gyorsan. Pont annyit visszahíla, mint az angyalról. Ennyit a szellemekről. Ah, szép volt! Az nagyon jól jött most. Jó, a vámpirokat gyorsan intézzük el. Villám. Ezeket is gyorsan, mert azokhoz nem tudok bemenni. Oké, hogyha kijön. Ja, oda beállunk. Veled meg leharcoljuk. A szép volt. Hogy? És volt nincs. Győztünk! Just have to kill me. Send me to the afterlife. You know, that's the best news I've had in weeks. Stop! Wait! What's all this noise? Just making sure. Of what? That he at least won't be resurrected. There are certain advantages to having a talented archmage on the team. Na, küldetés teljesítve. Na, akkor srácok, lányok, akkor én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, én Szolyó voltam, legyetek jók, ugyatok, sok ideig, bízzatok magatok és egymásra. Ne haragudjatok, hogy megint ilyen hosszú lett ez a videó, én próbáltam gyorsan csinálni, de hát ez van. Na, sziasztok!